küzdött, hajtott, végül mégis alul maradt a Bajnokok Ligája második selejtező körében a Videoton FC, mely a 2-0-as idegenbeli vereség után hazai pályán 3-2-re ugyan legyőzte a Sturm Grazot, azonban így 4-3-as összesítéssel az osztrákok jutottak tovább. A Vidinél nem áll meg az élet, pláne hogy a hétvégén már a bajnokságban lesz jelenése a csapatnak. Vasárnap 16 órától a legutóbbi szezon ezüstérmese, az Európa Ligában a norvég Tromsőt magabiztosan búcsúztató Paks lesz a Sóstói stadion vendége. Paulo Sousa, a fehérváriak szakvezetője, két játékossal biztosan nem számolhat majd a mérkőzésen. Gosztonyi András és Lencse László egy-egy meccses eltiltást hozott magával a legutóbbi bajnokságból. Ami bizonyos, a csapat mindenképpen szeretné felettetni a Grác elleni BL búcsút. Természetesen csak a győzelem jöhet szóba vasárnap. Nyerünk meg megint a bajnokságot, azt is beszéltünk meg itt, és következő selejtezőben remélem, hogy több szerencsék is lesz, és akkor már rutinosabb is leszünk, úgymond, és remélem, hogy Bajnokok Ligába is fogunk bejutni, de ezek szép álmok, de álmodni szabad, úgy érzem, és ebbe a csapatba már tényleg 5 héte, ahogy edzünk az új edzővel, és lehet látni tényleg akaratot, és ami a legfontosabb, egy csapatot. A Sturm elleni szerdai BL visszavágón alig-alig maradt üres hely a Sóstói stadionban. A székesfehérvári játékosok reménykednek abban, hogy rengeteg fehérvári futballdrukker látogat majd ki a vasárnap 16 órakor kezdődő Paks elleni bajnokira.